Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 1-e van Boglárka névnapja. 74 éve ezen a napon kibocsátották a forintot. 68 esztendeje született Zorán Gyindzsics volt szerb miniszterelnök, aki merénylet áldozata lett 2003-ban. 201 éve született Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője, valamint 39 esztendeje először sugározta műsorát az MTV zenei televíziós csatorna, és 28 éve ez a szoptatás világnapja. Következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 330 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában Szerbiában. Tegnap óta 9-en haltak bele a kór szövődményeibe. Hétfőn tartja alakuló ülését a szerb parlament. Szijjártó Péter gratulált Pásztor Istvánnak a tartományi házelnöki megválasztásához. Folytatódik a forróság, az emberek a vízpartra menekültek a meleg elől. Továbbra is 300 felett van az egy nap alatt igazolt koronavírusos személyek száma Szerbiában, azonban kevesebben szorulnak kórházi kezelésre és lélegeztetőgépre. Az elmúlt 24 órában újabb 330 polgár tesztje lett pozitív. Összesen 9109 szemét vizsgáltak meg a szakemberek. A kór szövődményeiben 9-en vesztették életüket, így az elhunytak száma összesen 582 Szerbiában. Lélegeztetőgép éppen 159-en vannak. Kórházban 4256 beteget ápolnak. Ez 49-el kevesebb a tegnapi naphoz képest. Szerbiában eddig összesen 25.882 személynél regisztrálták a koronavírust. A halálozási arány 2,25%. Messze van a kedvezőtől a jelenlegi járványhelyzet Szerbiában, de a járványgörbe kiegyenesedett a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően, mondta dr. Predrag Kón, az országos válságstáb tagja. A járványügyi szakember kifejtette, hogy először alkalmazzák a mostani intézkedéseket, tehát a kötelező maszk használatot és a fizikai távolságtartást, és azt lehet megfigyelni, hogy a fertőzöttek száma nagyon lassan, de csökken. Ez Kón szerint azt jelenti, hogy a fertőzöttek számának csökkenése tovább tart majd, mint az első hullámban, amikor a rendkívüli állapot bevezetése mellett döntöttek és kijárási tilalmat vezettek be. Kón megerősítette, hogy a járványhelyzet alakulása csak is tőlünk függ, attól, hogy mi emberek hogyan viselkedünk és mennyire tartjuk be a korlátozó intézkedéseket. Újabb két koronavírusos személy halt meg a Szabadkai Közkórházban. Az intézmény jelentése szerint egy 58 éves észak-bánáti férfi és egy 84 éves szabadkai nő. Utóbbi esetében a halál elsődleges oka nem a koronavírus volt. A kórház COVID részlegén 99 pácienst ápolnak. Tegnap óta 16 új beteget vettek fel, hetet pedig hazaengedtek. Hatan szorulnak intenzív ellátásra, lélegeztetőgépen öten vannak. A tájékoztatás szerint egy egészségügyi dolgozónál is megállapították a COVID-19 betegséget. Újvidéken jelenleg több mint 1700 aktív fertőzöttet tartanak számon. Az illetékesek szerint a tartományi székvárosban továbbra is kedvezőtlenül alakul a járványhelyzet, és a közeljövőben nem tervezik a járványügyi intézkedések eltörlését. Augusztus 7-ig biztosan nem lehet ünnepségeket, rendezvényeket tartani Újvidéken, valamint a medencéknek is zárva kell tartaniuk. A helyi válságtörzs ugyanakkor enyhített a sportolók helyzetén. A vízilabdázók és az úszók mostantól igénybe vehetik a szabadtéri medencéket edzésre. Az újvidékiek megoszlóan vélekednek a járványügyi intézkedésekről, míg egyesek ki sem mozdulnak a lakásukból védőmaszk nélkül, mások szinte minden előírás betartására fittyet hánynak. Ja sem udvarisnom stanu i pridržavam se toga, higiene, odstojanje, ne družim se puno ni s kim. Jedino muž ja i to je to. Amirov Gafar 3 éve költözött Oroszországból Újvidékre. A városban egy éttermet működtet. Elmondása szerint a járvány kezdete óta nagyon visszaesett a forgalom. Zbogovoj situácie,
Имам мало посла, например, за бизнес, я мыслю за всех ваш лучшую ситуацию. Stefan Kvass újvidéki pszichológus szerint a jelenlegi helyzetben a fizikai egészségünk mellett nagyon fontos odafigyelni a mentális egészségünkre is. Az emberek kilátástalannak láthatják a helyzetüket, valamint sokféle információhoz jutnak, amik összezavarhatják őket, és mindez rosszul hathat ki a lelki állapotukra. Problem je ako ljudi uđu ili u jednu ili drugu krajnost ili preterano uđu u neku paniku i povuku se i ne obrađuju svoje emocije, drže ih u sebi, potiskuju, onda dolazi do jednog mentalnog pucanja, a s druge strane ako se previše prave hrabri i odvažni da se to njima neće dogoditi, onda se izlažu bespotrebnom riziku i prave problem i sebi i drugima. A pszichológus szerint ahhoz, hogy könnyebben átvészeljük ezt az időszakot, ki kell tartani a kitűzött céljaink mellett, illetve meg kell találni a módját, hogyan tudunk továbbra is egészségesen élni. Ha nem tudunk edzőterembe menni, otthon is edzhetünk. A környezetünkkel akár interneten keresztül is társaloghatunk. Időben kell felkelnünk, illetve aludnunk, és egy mindennapi rutint kell kialakítanunk, amihez tartani kell magunkat, tette hozzá a szakember. Tegnaphoz képest 4-jel kevesebbet, 307 koronavírusos beteget kezelnek jelenleg a Vajdasági Klinikai Központban, tájékoztat az egészségügyi intézmény. Közülük 20-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre, állapotuk rendkívül súlyos. Ez a szám tegnaphoz képest 3-mal emelkedett. A Pétervárady Katonakórházban 27 vírussal fertőzött beteget kezelnek. Az egészségügyi intézmény figyelmeztet, továbbra is sok a súlyos klinikai képpel rendelkezik. Rendelkező beteg, aki orvosi ellátásra szorul a vírusfertőzés miatt. Elkezdődött az új Covid kórház építése a Zimony Gazdaság nevű katonai komplexumban. Az alapkőletételnél jelen volt Alekszandár Vučić is. A szerb elnök elmondta, a kórház december 1-jéig elkészül, és a legmodernebb felszereléssel rendelkezik. Vučić ismét hangsúlyozta meggyőződése, hogy Szerbia az elsők között szerzi majd be a koronavírus elleni vakcinát. A koronavírus járvány miatt túlterheltek voltak a kórházak, ezért van szükség újak építésére, valamint a meglévők felújítására. Ezt mondta a szerb államfő az építkezésen. Alekszandár Vučić szerint a más betegségekkel küzdő pácienseknek is biztosítani kell a megfelelő ellátást. Elnézést is kért az emberektől, amiért az országban nincs még több kórház. Az új egészségügyi intézmény az állam munkájának és igyekezetének eredménye, mert csak a kiépítésére 27-28 millió eurót fordítanak, mondta a szerb elnök. Vučić megismételte korábbi kijelentését, miszerint amint megjelenik a koronavírus elleni védőoltás, Szerbia azonnal beszerzi azt. Mi ćemo tražiti i uveren sam dobiti vakcinu kada i mnogi drugi koji budu prvi u dobijanju te vakcine, a svakako ne na začelju u svetu, ali za nas je važno da obezbedimo sve moguće uslove da naše ljude možemo da lečimo. Alekszandár Vučić beszélt arról is, hogy Szerbia az idei év második negyedévében a második Európában a GDP növekedés tekintetében, csak Litvánia előzi meg. Az egész fél évet tekintve viszont továbbra is első. Kiemelte azt is, hogy a nyugdíjak és fizetések Szerbiában biztosak, és nem lesz csökkentés a koronavírus járvány okozta válság ellenére sem. A ljudi mogu da budu sigurni, da znaju da je Srbija nešto uspešnija od ostalih, da su im plate i penzije sigurne, nastavit ćemo da radimo, nastavit ćemo da gradimo i da se ponosimo svojim bolnicama, da se ponosimo svim onim što smo uradili i svim onim što smo napravili. A szerb elnök beszélt a szeptember 1-jei iskola kezdésről is. Nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy az új tanév online formában kezdődik majd. Mint mondta, a diákok csak akkor mehetnek iskolába, ha biztosítva lesznek a feltételek az egészségük megőrzésére. Oroszország már októberben megkezdeni a lakosság tömeges beoltását koronavírus ellen. Ezt Mihail Muraskó nyilatkozta az orosz médiának. Oroszország egészségügyi minisztere kiemelte, elsőként az egészségügyi dolgozók és a tanárok kapnák meg a védőoltást. Orosz források korábban arról számoltak be a Reuters hírügynökségnek, hogy a védőoltás, melyet Oroszország fejleszt, már augusztus végén megkaphatja a regionális alkalmazásra feljogosító engedélyt.
Hétfőn tartja alakuló ülését a szerbiai köztársasági parlament. Maja Gojković házelnök délelőtt 10 órára hívta össze a képviselőket. A 250 tagú törvényhozásban a szerb haladó párt 188 mandátummal rendelkezik. A szerbiai szocialista párt és egységes Szerbia koalíciója 32 helyhez jutott. Az Alekszandar Šapić vezette győzelem Szerbiáért lista 11 mandátumot szerzett a júniusi választáson. A Vajdasági Magyar Szövetség pedig 9 mandátummal rendelkezik majd a következő 4 évben. Muammer Zukorlić pártja 4 képviselői helyet, az Albán Demokratikus Alternatíva 3-at, míg Szulejman Ugljanin listája is 3 helyet tudhat magáénak a következő parlamenti ciklusban. Szerbia és Magyarország kapcsolatai a gyűlölködésből történelmi barátsággal alakultak át. Ezt írja Facebook oldalán Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzáteszi, soha nem voltak ilyen jók a két ország kapcsolatai, mint most, és ennek nem csak a két ország a haszonélvezője, hanem mindenek előtt a vajdasági magyar közösség. Szijjártó aláhúzta, Magyarország mindent megtesz azért, hogy Szerbia minél előbb csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Támogatjuk magyarországi és vajdasági cégek beruházásait, a szerbek pedig minden szomszédunknál több jogot adnak a náluk élő magyar közösségnek, fogalmazott Szijjártó. A magyar diplomácia vezetője szerint a szerb-magyar barátságnak erre a hétre is jutott egy kifejeződése. Alekszandar Vučić pártjának kényelmes abszolút többsége ellenére ismét magyar elnököt választott magának a tartományi parlament, mégpedig Pásztor Istvánt. Szijjártó Péter kiemelte, a VMS elnöke az egyike azoknak, akik a legtöbbet tettek a két nemzet barátságának megteremtéséért, így nem lehet kérdés, hogy megérdemli-e a kinevezést, és a kinevezés a garancia arra, hogy a szerb és a magyar kormány ugyanúgy gondolkodik a vajdasági magyarok közösségéről, mely összeköt és nem szétválaszt minket. Hajrá Pásztor István, hajrá VMS, fejezi posztját a magyar külügyminiszter. Augusztus első napján igazi nyári száraz meleg időjárásunk volt. A nappali maximum hőmérséklet 33 fok körül alakult. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Az extrém meleg miatt a szerbiai országos meteorológiai szolgálat sárga jelzést adott ki az ország keleti és délkeleti részére. Szerbia délnyugati részén is sárga figyelmeztetés van érvényben, de itt a várható villámlások miatt. A térségben egészen keddig marad a meleg, csapadékmentes időjárás. A nappali maximum hőmérsékletek 30 fok felett várhatóak. Kedden már felhősödésre és elszórtan zivatarokra lehet számítani. Ennek hatására a nappali maximum hőmérséklet is 30 fok alá csökken. Csütörtöktől azonban visszatér a napos meleg idő. Újra medencék mellett élvezhetik a nyarat a fürdőzni vágyók. A járványügyi helyzet miatt a fürdők egy ideig zárva voltak. Az elmúlt napokban viszont vajdaság szerte megnyitottak, a többi között a Bácskosút falvi reki is várja a látogatókat. A strandolni vágyók körében azonban a Topolyai tó is töretlen népszerűségnek örvend. A tomboló kánikulában a Topolyai tó partja megtelt fürdőzőkkel, az árnyékos helyeken lassú tűzön sült a rostélyos. Sokan a vízben hűtötték le magukat, mások a hűvöst biztosító fák alá húzódtak. Drugi put smo ovde ove godine i stvarno je lepo. Ne dolazimo često, ali dosta je onako lepo i čisto. A Topolyához közeli Bácskosút falván egy rövidebb kihagyás után ismét működik a helyi fürdő. A fiatalok szívesen töltik itt az idejüket. Fürdünk, napozunk, kicsit beszélgetünk lent ott a padoknál, szoktunk röplabdázni, focizni, hát kikapcsolódunk. A bejáratnál testhőmérsékletet mérnek és fertőtlenítik az odaérkezők kezét. Belépéskor a maszk használata kötelező mindenkinek. Ahol nem lehetséges a távolságtartás, mint például a büfénél, szintén kötelező maszkot viselni.
Jelenleg körülbelül egy olyan 500 ember tartózkodik bent. Amikor a tavalyi évhez viszonyítva, amikor viszont nem volt a vírus, akkor hétvégén ettől sokkal többen, 1000-1500 ember is megfordult itten. Valamelyest visszafogja ez az embereket a vírus, látszódik. A fürdőbe a helyiek továbbra is kedvezményesen léphetnek be. Az 5 éven aluliak számára teljesen ingyenes a belépés. A gyerekeknek 5 éves kortól 15 éves korig 100 dinár, a felnőtteknek pedig 150 dinárba kerül a jegy. A más helységekből érkezők számára 200 dinárba kerül a gyerekjegy, míg a felnőtteknek 300 dinárt kell fizetniük a napi jegyért. Horvátország meghosszabbította a szerbiai állampolgárokra is vonatkozó beutazási tilalmat, mondta Davor Božinović. A horvát belügyminiszter hozzátette, hogy ez nem jelent határzárat, ugyanis az érintett állampolgárok továbbra is átutazhatnak majd az országon. A jelenlegi járványügyi helyzetet figyelembe véve nincs lehetőség a szigorítások enyhítésére, tette hozzá Božinović. A jelenlegi előírások szerint a magyar állampolgárok viszont továbbra is beléphetnek Horvátország területére. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kevés a vásárló a szabadkai Ócska piacon, hiányoznak a magyarországi vásárlók. 4 éve indult el a falugonnok szolgálat Közép-Bánátban. Huszonegyel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában egy 50 éves férfi hunyt el, aki krónikus beteg volt, így a halottak száma 597-re nőtt. Kórházi kezelésre 73-an szorulnak, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Mától saját költségen kell elvégeztetni a koronavírus tesztet azoknak, akik sárga vagy piros jelzésű országból lépnek be Magyarországra. Negatív tesztekkel ugyanis kiváltható az egyébként 2 hetes kötelező házi karantén. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétették a laboratóriumok listáját és az árjegyzéket. A táblázat szerint egy PCR teszt elvégzése 30.500 forintba kerül. Szombati vizsgálat esetén vagy abban az esetben, ha valaki még a mintavétel napján készhez szeretné kapni az eredményt, akkor 45.750 forintot kell fizetnie. Bővebb információ az nnk.gov.hu oldalon található. Ismét rekordot döntött a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. Az elmúlt 24 órában mintegy 300 000-rel nőtt a vírussal diagnosztizáltak száma. A legnagyobb mértékű növekedés az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Dél-Afrikában van. Az Egészségügyi Világszervezet összesítése szerint 6812-vel ugrott meg a halálesetek száma pénteken. Az előző rekordmértékű növekedés a fertőzöttek számában július 24-én volt, míg a halottak számát tekintve ez volt a második legnagyobb napi emelkedés. Júliusban naponta átlagosan 5200-zal nőtt az elhunytak száma. A múlt hét folyamán a világ közel 40 országában mértek rekordmértékű növekedést a fertőzöttek számában, és közel 2-szer annyi országban dőlt meg a heti rekord. Kevés a vásárló a szabadkai Ócska piacon, nem csak a magyarországi vevők maradtak el, akik most nem tudnak átjönni a határon. A járvány miatt a helybeliek is ritkán keresik fel a nemrégiben még kedvenc bevásárlóhelyet. A piaci árusok attól tartanak, hogy már nem sokáig tudják bevétel nélkül fenntartani az üzletet. Vannak, akik már le is mondták az asztalbérlést. A szabadkai Ócska piacon most is nagy a kínálat. Aki kilátogat, valóban válogathat a ruhanemű és lábbeli, illetve gyermekjátékok, vagy akár a háztartási kellékek széles választéka között. Vásárló viszont alig akad. Na piacu dolazim jednom nedeljno kao i do sad. Što se tiče pandemije, nisam uplašena, ne koristim nikakva sredstva zaštite i smatram da kao i uvek trebamo da vodimo računa o svojoj ličnoj higijeni i da je to najbitnije.
Kálmán Barbara szerint ebben a hőségben nehéz a szájmaszk viselése. Fontosabbnak tartja a kéz gyakori fertőtlenítését és a javasolt szociális távolság betartását, miközben a piacon vásárolunk. Általában akkor járunk ide a szabadkai piacra, amikor valamire direkt szükségünk van, tehát ez nem ilyen rendszeres folyamat, hogy minden héten vagy minden hónapban jövünk, és tehát amire tényleg szükségünk van otthonra, és általában itt olcsóban tudjuk beszerezni, mint például üzletekben, tehát azért járunk inkább ide, mint például direkt belvárosba. Az eladók közül többen arra panaszkodtak, hogy reggel 7 és 10 óra között semmit sem adtak el. A piac most nagyon gyenge, magyarok egyáltalán nem jönnek. Nagyon érezhető a járványnak a hatása, a mieink is nagyon kevesen jönnek, ők se vásárolnak, tehát nagyon gyenge a piac mostanában. Rácz Gizella is panaszkodik a forgalomra. Mint mondja, szinte semmi keresetük sincs, a járulékokat viszont fizetniük kell, és az áruban is áll a pénzük. Attól tart, hamarosan ismét bezár a piac, mert már sokan lemondták az asztalok bérlését. Még egyáltalán nem járnak a magyarországiak, nem is jöhetnek, ugye? A határmentiek még nem jönnek, nem tudom. Biztos félnek ők is, mert a határmentieknek esetleg lehetne átjönni 30 kilométerre ide, ugye? Szabad járni, de nem jönnek. Ljuba Kilibárdát, a Szabadkai Törzsnica RT illetékesét telefonon értük el. Mint mondta, a mostani állapot körülbelül 2 hete tart. Egyrészt a magyarországi vásárlók nem jöhetnek, másrészt a járvány és a hőség is távol tartja a vevőket. Hangsúlyozta, hogy általában minden év júliusában és augusztusában gyengébb a forgalom. Az illetékes hozzátette, a járványhelyzet és az áruforgalom alakulásától függ, hogy a bérlőknek felkínálnak-e majd valamilyen kedvezményt az elkövetkező időszakban. Naponta 16 tüdőránkos megbetegedést regisztrálnak Szerbiában, írja a szerb közmédia annak kapcsán, hogy ma van a tüdőránk elleni küzdelem nemzetközi napja. Az országban évente ebben a daganatos betegségben 4600 személy hal meg, éves szinten pedig 6000 újabb ilyen beteget vesznek nyilvántartásba. Dr. Violeta Mihajlović Vučinića, a Szerbiai Klinikai Központ tüdőgyógyászati osztályának igazgatója elmondta, 2 hónapja már Szerbiában is elérhetők a legkorszerűbb innovatív gyógyszerek a tüdődaganat gyógyítására, ez pedig bizakodásra ad okot. A tüdőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon. Az esetek túlnyomó többségének, egyes tanulmányok szerint 90-95%-ának a dohányzás az oka. Ezen belül a cigarettázás a becslések szerint az esetek körülbelül 87%-áért felelős. 4 éve indult el a falugondnok szolgálat Közép-Bánátban. Jelenleg 2 próbálják megkönnyíteni az egyedül élő idős személyek mindennapjait Nagybecskerek, illetve Magyar Csernye környékén. A koronavírus járvány miatt most még több feladatuk van. Ördög Árpád Muzsján, Erzsébet lakon Lukács falván és Szent Mihályon végzi falugondnoki feladatait. Egyedül élő idős embereknek segít, akiknek külföldön vannak a gyerekeik, vagy nincs senkiük. A 80 éves Barta Anna néni egyike annak a 32 személynek, akiket hetente meglátogat. Nem tartok. Egyik fiam is elhalt, elsőbb a férjem. Aztán a fiam, egyik, aztán a másik, azt az unokám, mind a kettő kint van külföldön. Van 3 a sikrak, azok magyaroknál tanulnak. A 89 éves Varga Anna több mint 40 éve él egyedül. Mint mondja, senkije sincs. Elvégzi a ház körüli munkát, de már nem bír mindent. Sokszor segítségre van szüksége. Mindenre fontos. A fát, hogy behordja, a fát, hogy összevágja, a bútba, hogy elmenjen, meg akkor, ami nehéz, akkor azt mondom, hogy gyere, segíj, emeld föl, mert én nem bírom. Bevásárlás, gyógyszer beszerzése, fuvarozás, ház körüli munkálatok, fűnyírás, csatornatakarítás, tüzelőbehordás. Ezek a falugondnok leggyakoribb feladatai. A járvány kezdete óta még többen fordulnak segítségért.
Megszaporodott valójában a koronavírusra a felhasználók száma. Olyanok is bekerültek a listámra, vagyis a segítségre szorulók, akikhez eddig nem jártam. És ez leginkább élelmiszerbeszerzés, gyógyszerbeszerzés. Tehát erre, ebből van a legnagyobb igény. Árpád villamossági középiskolát fejezett, 10 évig festőmázolóként dolgozott. 2016-ban lett falugondnok. Sokan megkérdezik tőle, hogy bírja-e még, hisz nem könnyű mindenkihez eljutni, elvégezni a sokrétű feladatot, és talán ami a legfontosabb, megértéssel, türelemmel viszonyulni azokhoz, akik minden héten várják. Köszönöm. Hetente egy 2-3 óra hossza, maximum egy személyre, és azt úgy be kell osztani, hogy amennyit tudunk az az idő alatt elintézni, megcsinálni. Hogy mit mondanák? Hát nem mindenki bírja csinálni, az biztos. Sok szeretet kell, megértés, hogy az ember ezt tett végezze. Az év elején szó volt az anyaországi támogatásból beindított vajdasági falugondnok hálózat bővítéséről. Ezt azonban egyelőre a koronavírus járvány elodázta. Hétfőtől új kiállítás várja a látogatókat a Magyar Kanizsai Dobótihamér képtárban. Az érdeklődőket Györkös Attila helyi amatőr fotós képei várják. A tárlat témája az alkonyat, főként Magyar Kanizsát és annak környékét mutatja be az 55 képből álló fotósorozat. A tört színek, a csend, a béke és a nyugalom jellemzi Györkös Attila fotóit. Innen kapta a kiállítás a csend és csoda elnevezést. Muhi Zsuzsanna, a galéria vezetője elmondta, a képek Magyar Kanizsa és környéke természeti csodáit mutatják be, főként alkonyatkor. A tárlat koncepciója is a színek váltakozásán alapul. Szerettük volna, ha ezt a hangulatot a galéria mind a két szintén tudtuk volna szemléltetni. Tehát az élénk színek és a homály mind a két szinten jelen van. Úgy szerettük volna, hogyha az ide látogató, ahogy végighalad a galérián is megnézi a képeket, egyik képtől a másik képig csodálatba essen, úgymond. Nagyon szép és értékes fotók érkeztek. Attila nagyon tehetséges, ifjú tehetség, Magyar Kanizsa új felfedezettje. Örülünk, hogy megmutathatjuk azt, amit ő tud. Az alkotó 5 éve foglalkozik fotózással. Elmondása szerint nem kedveli az utómunkát, ezért képei az adott pillanatot és a valóságot tükrözik. Tájfotókat szeretem leginkább, naplemente, korán kelni nem szeretek, ezért kevesebb a napfelkeltés fotó, bár ezt nem mindig lehet megállapítani a képekről, hogy napfelkelte vagy napnyugta. Kanizsa környékét szoktam kerékpárral bejárni, és amit látok, hogy megfogja a képzeletem, fantáziám, azt lefotózom. Ha jól sikerül, megtartom, ha nem, rögtön törlöm, nem szeretem tartogatni, bár rengeteg fotóm van. Györkös Attila amatőr fotós tárlata augusztus 3-ától hétfőtől várja a látogatókat a Magyar Kanizsai Képtárban. A kiállítást az érdeklődők augusztus 15-ig tekinthetik meg. Az online térben tartják az idei Interetnót. Szabadka egyik legnagyobb fesztiváljának szervezői Facebook oldalukon közölték a hírt. Mint fogalmaznak, az élmény nem marad el, csak átalakul. Augusztus 22-e és 26-a között az interneten és a Pannon televízióban követhetik majd a programokat a fesztiválozók. Lesznek koncertek, ének, tánc, kézműveskedés, mese és sok minden más. A szervezők remélik, hogy a járványhelyzet javulásával és az előírások enyhülésével idővel élőben is megtarthatják a fesztivál programjait.
A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. A 35 éves Hamiltonnak ez az idei harmadik, pályafutása 91. pole pozíciója, Silverstone-ban pedig már 7-szer nyerte meg az időmérőt. Mellőle csapattársa Finn Valtteri Bottas startolhat a versenyen, míg a harmadik rajtkockát Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája foglalja majd el. Az 52 körös brit nagydíj vasárnap 15 óra 10 perckor kezdődik. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. 330 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában Szerbiában. Tegnap óta 9-en haltak bele a kór szövődményeibe. Hétfőn tartja alakuló ülését a szerb parlament. Szijjártó Péter gratulált Pásztor Istvánnak a tartományi házelnöki megválasztásához. Folytatódik a forróság, az emberek a vízpartra menekültek a meleg elől. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!